Napon emléktáblát avatunk Halmos Béla emlékére és tiszteletére, de ezen a helyen, ezek mellett a falak mellett állva, azt gondolom, hogy ez az emléktábla nem csak Béla tiszteletére és nem csak Béla emlékének szól. Ebben a házban, ezek között a falak között egy olyan szellemi hátország működött, ami a mi kis közösségünk, hogy most már, hál' Istennek, ez a nagyobb közösségünk, szellemi hátországba kért működött, ami nélkül nem tartanánk itt, ahol most tartunk. Ez a szellemi hátország nem jöhetett létre volna, nem jöhetett volna létre, hogyha nem segítik ennek a létrejöttét, hanem tartják fel mások is Bélával karolta, Béla mellett dolgozva, elsősorban természetesen a családja, a barátai és a munkatársai. Szeretettel köszöntöm Halász János urat, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának kulturális ügyeket felelős államtitkárát, és megkérem, hogy ossza meg velünk gondolatot. Kedves hölgyeim és uraim, amikor a Farkasréti temetőben Halmos Béla búcsúztatásakor a zenekar a fájdalmas talpalávalót húzta, valaki felkiáltott. 100 évig Béla bácsi sose halunk meg. Bizony, igen, és biztosabb lehetünk benne, hogy Halmos Béla nem 100 évig, hanem annál is tovább él majd a magyarság kollektív emlékezetében. A Kárpát-medence Béla bácsia nem csak megőrizte a hagyomány, de a létezés rendszerében látta az archaikus világot, és egyben elősegítette a népi kultúra tudományos feldolgozását. Számára a népi kultúra nem fesztivál volt vagy egy verseny, hanem az élet szerves része. Megmutatta, hogy a népi kultúra nem olyan, mint egy lezárt szanálásra ítélt épület, hanem olyan ház, amely még mindig tele van élettel, egyszerűen csak ki kell nyitni az ajtókat. És ő nyitogatott is. Béla hitt a kultúra közösségformáló erejében, a népművészetet nem a múzeumi tárlók labirintusának fogta föl, hanem élő, eleven valóságnak. Béla az egyik legnagyobb dicséretnek azt tartotta, amikor Jászberényben egy öreg cigány másodhegyedűs azt mondta neki, hogy Béla, értjük, amit muzsikál.
Remélem, hogy most itt mi is értjük, és főleg érezzük őt. Béla számos kitüntetést kapott, de nem a Széchenyi díját, a Béla díját, nem is a népművészet mestere díját említette, amikor szóba került az elismerés, hanem a cigány muzsikus dicséretét. És azt, hogy csíkban lakodalomba tudták zenei. Hivatástudata, szakmai alázata és derülje mély nyomot hagyott 5 generáció emlékezetében, részelet gondolkodásunk. Halmos Béla mester volt, de közben ő is folyamatosan tanult. Az ő életét az eleven hagyomány kalendáriumi törvényeit szervezték. Ahogy a tájépítész édesapjának, úgy neki is a geológiától a teológiáig a teljes életre volt állátása. Aki viszont a teljességgel áll kapcsolatban, az, ahogy a csúlyogató is mondja, soha nem hal meg. Nekünk, akik szerettük, akik itt a Forint utcában is sokszor találkoztunk vele, jelentse ezt is ez a távol. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Kalász János államtitkáról szavait, és felkérem Kelemen László urat, a Hagyományok Háza főigazgatóját, hogy beszéljen nekünk Halmos Béláról és a Táncház mozgalom annak öltött szerepéről. Tisztelt államtitkáról, kedves barátaim! Ha megint vagyok, akkor nem lehetek kívülhatni. És nem tudom el mindazt taglalni, amit a Győrikkel feladottunk, tehát felolvasztok időnk gondolat. Városi térben élünk. Körülvesznek bennünket a házaink, ahol az ajtók, ablakok, mint meg annyi tekintet, követik napi létünket, szolgálnak, óvnak. Az ajtók útjainkat kísérik, de vezetnek is, az ablakok a napfényt engedik be mindenki életünknek. Az ajtók és ablakok előtt mögött ezernünk élet és sors, a mi sorsunk és életünk. Ebben a házban teljesedett ki és be a sorsa Halmos Béla primásunknak. Az elsőnek közöttünk, a népzenészek között. Innen indult nap mint nap munkahelyére, a nagyvilágba, vagy éppen a Hagyományok Házába. Itt neveltetett gyerekeit, csendesedett el, pihent, fogadta barátait és vitatkozott. Itt görnyet éjjelente fáradtan, lopott időben tudományos munkáját végezve, vagy egy újabb lépést tervezve az ő általa és sorstársai mindannyiunk által tölt úton. Egy szóval élet. És itt cukódott be a föld életének ablaka örökre azon a júliusi forró napon. Ablaka, ajtaja neki nem szolgálná, nem iszik pohárba. Testetünk nem, emléke szívünkben és ebbe az emléktárába költözött. Ám az emléktárban is egy ablak. Mutatja az itt elhaladóknak, hogy valaha ennek a háznak volt egy lakója, aki nem csak számunkra már megszületettek számára, hanem a holnap születőknek is fontos. Emögül a virtuális ablak mögül bárki is halad egy kis hitel Bélán át, rámutatunk. Ezentúl az egész Kárpát-medencei közönséget jelképezik. A mi emléktáblán pedig a szívünkben van, és az emlék a barátság, az összetartozás, akár a magyar népzene örök. Vigyük hát magunkkal, erősítsen a mindennapi életünkben, és irányítsa a tetteinket Halmos Béla példája, addig, ameddig élünk. És most felkérem Sanda Tamás urat, a második területi önkormányzat kulturális bizottságának elnökét, aki egyébként ennek a területnek az önkormányzati képviselője is, hogy megnézze le a felvétlát. Néhány szó arról, hogy miért is ezen a napon van az emléktábla avatás.
Azt gondolom, a jelenlévő között mindenki előtt ismeretes, hogy holnap tartjuk harmadik alkalommal a Táncház napján Budapesten a Liszt Ferenc téren. A Liszt Ferenc téren tartandó Táncház napja Halmos Béla ötlete volt, egészen pontosan akkor, amikor 40 éves lett az első budapesti táncház. Azóta szerte a világban táncházak vannak, és Magyarországon és a határon túli területeken is. 1972. május 6-án a Liszt Ferenc téren az Író könyvesboltjának alaksorában volt az első táncház. A holnapi alkalom immáron a harmadik táncház napja lesz, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk, 10 órától este 8 óráig tartanak a programok, közös táncolás, közös éneklés, mesemondás, kézműves foglalkozások. Délután 3 órakor pedig Kossuth Díjas népzenészként kutató Serú Ferenc fogja elmondani üzenetét, amit szándékunkban áll szerte a világba sugározni minden felé. És most végezetül újra kérem a zenészeket, hogy közösen muzsikáljanak egyet emlékező vélelkezésen, és én hiszem, hogy téma a földről, hogy se fogjuk az ügyen a gondolatokat. Thank you.
HB-nak HB. Szakadnak a szavak. Egyezzünk meg ebben. Itt hagytál hát minket. Lassú, ritka rendben. Olyan hirtelen. Oly bátran. Szeliden és csendben. Nem kell szólnod. Csak fordulj egy villanásra hátra. Ne állj meg. Csak lassíts. A szemed csillogása hiányzik. És talán a benne játszó kicsi világ mása. Magányos a szalmakalap, úgy sír a hegedű, rekedt a brácsa, mert remeg a bőgő belül. Ők sem szeretnének a kezed nélkül. Egyedül. Hát hívtak, hogy mentél? Most oda átvárnak? Mutasd meg hát neki. Azt a mennyi országnak. Lépd a szőrt a vonón, húzzad mind a hány nap. Mi majd elkísérünk. Bocsosszunk. Lén diák. Születnek majd versek, dalok, elégiák. Isten áldjon, Béla. Isten veled.